gazdag életútja van Závorczyk Nándornak. Pécsett született 1935. április 6-án. Ott egy képzőművészeti szakkörben jött rá arra, hogy ő vonzódik a szobrászathoz, a képzőművészetekhez, és azután Dunaújvárosba került. Nagyon mozgalmas, gazdag életútja volt, bányában is dolgozott, és rengeteg kiváló domborműves oda található az országban, például Hévízen, Kalocsán, Egerben, Pécse, Budapesten, Angyalföldön, és lehetne még sorolni Csurgón, nem tudom most felsorolni az összeset. Köszönjük Mendi bácsinak, ha megengedő víz, kulincsam, ezt a rendkívül gazdag életutat, és nagyon jó egészséget kívánunk, és büszkék vagyunk arra, mi 18. kerületi önkormányzat, és annak vezetése is, hogy az ön domborművét most felavathatjuk, és ezt mi tudtuk támogatni a Széki Endre Társasággal közösen, hogy végre másik nagy hősről, Pintér Kálmáról egy méltó dombormű, és emlékeztesse a Kesszent Imreieket, illetve akik erre járnak, hogy bizony-bizony nagyon sok hős van a mai mindennapjainkban is itt köztünk, körünkben, akik teszik a maguk területén a dolgukat példamutatóan, és ez úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára jó, megmutató, és jó, hogy ilyen emberek vannak közöttünk. Még egyszer Mendi bácsi, Isten éltesse sokáig. Szeretném köszönteni, ha már emlegetett, 80 éves Závorczyk Nándor, egy különleges ajándékot készítettünk számára, és ezzel szeretném megköszönni a sok évtizedes SZNP-ért végzett munkásságát. 1986-ban, amikor körülbelül 80 éves lehetett Szent Imre, akkor kiadták ezt a könyvet, Séták a 18. kerületben címmel, és ennek a Szent Imrei helytörténeti csoport elkészítette a fotóalbum változatát. Ennek a fotóalbumnak egy repülő kiadásával szeretnénk köszönteni Závorczyk Nándort. Ez Séták a Pesszent Imrén címet viseli, és az akkori Pesszent Imre képeivel van tele. Művész úr, mesélj el nekünk, hogy találta meg ezt a konkrét követ? Hát tulajdonképpen mind restaurátor évekig dolgoztam, és nekem összejöttek kövek, ami megmaradtak, még van is több fajta kövem, és ez arányaiba pont passzolt ehhez a szoborhoz. Úgyhogy színbe is, és anyagba is, mert sütői kemény mészkő, ez évekig bírja azt a klímát. Hogy gondolkodik az ember a kőről, amikor megpróbál egy embert megformálni? Hát egyrészt én szeretem a követ, és ha lehetőleg, ha megbízást kapok, akkor ha van lehetőség, és nem külön kívánság, hogy bronz, vagy fa, vagy valami, akkor követ választok. Úgyhogy szeretem a követ, és ismerem is tulajdonképpen, úgyhogy hát megnézem, hogy belefér-e az, amit akarok, és utána kibontani végül is. Meg kell küzdeni a kővel? Igen, hát végül is azt szokták mondani, csak a fölösleget kell leverni róla, úgyhogy, mert más, ha mintáz valamit, akkor nagyítja, még elér a kőben, meg lebontani tulajdonképpen a fölösleget. És elmeséli, hogy próbálta megfogni ennek az embernek, ennek a Pesszent Imrei hős doktornak a lényegét? Hát tulajdonképpen azt fogott meg engem, hogy fölépült ez a nagyszerű épület, és akkor, mivel hát itt élünk a kerületben több művészek, úgy gondoltam, hogy itt valami méltó is, szó is volt az elején, hogy írnak pályázatot erre de aztán nem pályázatban nem lett semmi, de én megmintáztam.
mert foglalkoztatott az életműve, hogy végül is egy egyszerű ember, aki az egyszerű embereket tényleg segítette anyagilag is, aki nem volt annyi pénze, hogy kiváltsa a gyógyszerét, akkor pénzt is adott hozzá, és ez akkor engem nagyon megfogott, és foglalkoztatott végül is, és én is tanulmányoztam az életét, és hát ez sikeredett belőle. Akkor így posztumusz módon barátok lettek, ugyebár? Igen. Hát foglalkoztatott hosszú ideig, mert először bronzba terveztem, egy külön kerettel, és akkor azt rájöttem, hogy kőbe még színbe is jobban passzol ehhez az épülethez, mint mert egy bronz az befeketedik, ez pedig mindig is ilyen világos marad, és a színbe mindig is élni fog. Fontosabb ez Veszentire és a kerület számára is, hiszen egy óta, az első kormány óta van lehetőség a Hősök napja megemlékezésre. Itt a kerületen, ahogy azt a felvetésben Páthi Tamás elmondta, az első és második világháborúval elhúnyt Pesszenti helyekre tudunk emlékezni, de természetesen az országban vannak olyan emlékezések, ahol akár a 48-49-es szabadságharc és forradalom hősi halottjai emlékeznek, valamint az 56-os forradalom hősi halottjaira. Fontos ez, hiszen egy település akkor tud sikeresen, jövőbe látóan élni, ha megemlékezik a hőseiről, megemlékezik a halottairól, még ha nem is ismertük egymást, de azok az emberek, akiknek itt a hátam mögött is a másik emlékünél emléket állítottak a Veszentimrélyek és a kerületi önkormányzat, azok az emberek tettek azért kiállásukkal, hősi áldozatvállásukkal, hogy szűkebb pártjájukért, a hazájukért kiálltak, harcoltak azokban a nehéz időben, amikor erre szükség volt. Ezért vagyunk most itt, és köszönöm a Székelyre Helytörténeti Társaságnak, hogy ismételten a tavalyi évhez képest, valamint az megelőző két évben is megszervezte ezt a hosszúzási mindenséget, hogy is az önkormányzattal, és arra biztatom a fiatalokat elsősorban, hogy segítsenek abban, hogy ez a szép hagyomány, hogy ezen a napon minden évben megállunk és főt hajtunk azért a hősi áldozatokért, akik annak idején ott voltak és kiálltak a településért, a fővárosért, a magyar hazáért. Köszönöm. A gyereknap már azért elkezdődött, jól lehet, az eső az éppenséggel lógatja a lábát, viszont hatalmas előkészületek előzték meg ezt a programot. Mi az, amire az önkormányzat ilyenkor figyel? Alapvetően a Bókai kertben egy hagyománya van a gyereknapnak, és ilyenkor nagy előkészületekkel arra koncentrálunk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a gyerekek ezen a napon jól érezzék magukat. Itt nyilván a sport, játék és számtalan lehetőség várja őket. Való igaz, hogy az időjárás az nem feltétlenül a legjobban indul, de én abban bízom, hogy ki fog sütni a nap, és akkor azok, akik úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy elindulnak, mégiscsak jönnek és jól érzik magukat. Különös jelentősége van a mai napnak, hogy itt éppen a
hátunk mögött látható focipályának az átadása van, ami az utánpótlás akadémiának lesz egy színtere. Ezen kívül néhány óra múlva a strand focipályát is átadjuk szintén itt a Bókai kertben, majd egy bemutató mérkőzésre is sor kerül, úgyhogy nagyon sok érdekességgel várunk. Ugye beindult a Városgazda utánpótlás akadémia, és ezzel összefüggésben valósultak meg ezek a fejlesztések, hogy minél több sportfelület álljon rendelkezésre az akadémiának. Mi az, ami az akadémia tervei között szerepel, mondjuk a következő néhány hónapra? Hát az, hogy minél több szakosztály tudjon beindulni, ugye több szakosztállyal lett bejelentve az akadémiai program, felkészülés van, ugye most jön a nyár, rákészülünk, és szeptembertől gőzerővel megpróbáljuk a szakosztályok többségét beindítani. Bízunk abban, hogy ez az elképzelés a valóságban visszaigazolja az előzetes várakozásokat. Egy ilyen programnak, egy ilyen tevékenységnek alapvető része, mint sok minden másnak, a pénz. Általában a sport finanszírozása az rendkívül összetett feladat. Itt hogy van megoldva a struktúra? Alapvetően több oldalról várunk forrásokat. Van egyszer nyilván önkormányzati támogatás, ezen kívül igyekszünk a tavos pályázatokon is indulni, valamint a szövetségek által kínált lehetőségeket is igénybe venni, de természetesen az egyéb támogatók és a szülői hozzájárulások is hozzá fognak járulni ahhoz, hogy működőképes modell tudjon létrejönni. Vannak ugye a hagyományos sportegyesületek, és vannak az ilyen új kezdeményezések, mint az akadémia. Amikor felmérték a sport térképet tulajdonképpen Budapesten, meg a térségben, akkor végül is milyen képet láttak? Hát azt láttuk, elsősorban a kerületet vizsgáltuk, hogy nagyon sok lehetőség van, nagyon sok sportegyesület van, sok sportág jelen van a kerületben, de vannak hiány sportok, és úgy gondoltuk, hogy az akadémiának mindenképpen fel kellene azt vállalni, hogy azok a sportágak, amik nincsenek jelen sem egyesületi szinten, sem az iskolai sportéletben, azokat próbáljuk meg zászlónkra tűzni. Ilyen például a box, a torna és a női foci. Tehát azt gondoltuk, hogy ezek nincsenek a kerületben, és még számos apró olyan, amit most nem említettem, és ha ezek az utánpótlás akadémián keresztül megvalósulnak, akkor még nagyobb lehetőségük lesz a szülőknek és a gyerekeknek, hogy válasszanak a sportágak közül. Nekünk, mint önkormányzatok, meg csak az a feladatunk, hogy a programot működtessük, a hátteret és az infrastruktúrát biztosítsuk számukra.